kormányt megtörni nem túl szép dolog. Az előbb szólókhoz csatlakozva egy angol nyelvű prezentációt mutatnék meg magyarul, és szeretnélek elkonzolni benneteket 2070-ben. Én nem szoktam prezentációkat tartani, ezért bemutatkozom, Firbás Gyurinak hívnak, és nagyon ritkán állok ki közönség elé. Gondolom még senki sem ismer, viszont szeretnék megmutatni nektek egy technológiát, ami talán a jövőben forradalmasítani fogja az áruszállítást, és aminek a kísérleti eredményei, a kísérleti alkalmazása elkezdődött és elindult. Teljesen új dologról van szó. A technológiát úgy hívják, hogy vákumvonat. Ugye, nem szeretnék elszakadni a szárazföldtől, nem megyek vízre sem, nem emelkedem fel a levegőbe, főleg nem lépek ki a világűrbe, viszont van egy technológia, ami talán megfontolásra érdemes nektek. Ez az egész, amit most megmutatok, csak fölnyitná a szemeteket arra, hogy ami most van, természetesen nem ez marad örökké. Visszavisznek majd benneteket 1827-ben, hogy mit gondoltak a gőzmozdonyról 1827-ben. És ha megkérdőjelezhető most, amit mondok, lehet, de szakadjunk el a jelentől. Ez én vagyok. Maradjak. Egy új technológia, aminek az a neve, hogy vákumvonat és gravitációs vonat, kihasználhatja azokat az adottságokat, amit a fizika már ma megad nekünk, sőt, ebben a háromdimenziós világban mindig is megadott. Képzeljetek el egy metró alagutat, ami akár föld alatt, akár föld felett vezet, amely alagútban légnyomást tekintve, körülményeket tekintve létrehozzuk a világűrt. Ez egy nagysebességű vasúti pálya, egy légritkított vákumcsőbe fektetve, és szupergyors áruszállítást tesz majd a jövőben lehetővé. Képzeljétek el egy csövet, amiben 1 millibár nyomás van. 1 millibár nyomás körülbelül 80-81 km magasságban van az atmoszféra fölött. És ez a cső megfelel a jelenlegi rakmintának, meg a jelenlegi szabályozásoknak. És ebben egy vonat 6400 kötően 8000 km per órával lesz képes haladni a jövőben. Miért? Hogyan? A vasúti áruszállításban és egyáltalán az áru mozgatásában a légellenállás és a földi körülmények nagyon nagy hátráltató tényezők. Képzeljétek el, hogy Szingapúrba meglöknek egy hajót, és az beúszik Koperig. Nem kell további energiát befektetni ebbe. Nyilván a víznek nagyon nagy az ellenállása. Képzeljétek el, hogyha egy repülőgép eléri a 32.000 lábas magasságot, és további energia befektetés nélkül repül. Gyakorlatilag a gravitációt kihasználva. Van-e ma ilyen technológia? Van. Ki kell lépni a világűrbe hozzá? Tele van a Föld körüli pálya űrszeméttel, ugyanis amit elindítottunk akár 20-30-40 évvel ezelőtt, az most is mozog és most is kering a Földünk körül. De hogy egy vákumvonatot létrehozhassunk, egy csőben létre kell hozni vákumot, egy millibáros nyomást, és hölgyeim és uraim, egy megfelelően felkészített vonatot föl tudunk gyorsítani a hangsebesség 8-szorosára. Ha hiszik, hölgyeim és uraim, ha nem, egy délnyugat kínai egyetemen erre megtörténtek a kísérletek, és 1000 km per órát egy ilyen vonattal elértek. Nem soroltam föl referenciákat, aki szeretne többet tudni a technológiáról, az annak szívesen elmondom. De látható, hogy egy nagyon erős vákumban közlekedő, kvázi metro alagútban közlekedő vonat,
légellenállást nem lévén, illetve elhanyagolhatóan csekély lévén, egyéb ellenállásokat is majdnem eliminálván, egy nagyon nagy energiainputtal az elején, nagyon nagy sebességeket érhet el. Itt, három dimenzióban, ezen a Földön. Gyakorlatilag a vákumcsöveket így képzeljétek el, mintha egy metrócsőbe beburkolnának komplett vasútvonalakat, és ezeket a csöveket végigvinnék a kontinenseken, vagy a tenger talapzatában, a tenger alatt. Állomások, vákumcsövek és vákumcsőbe helyezett vasútvonalak. Itt láthatók a csövek. Ehhez honnan nyerhetünk energiát? Természetesen nyerhetünk hagyományos forrásból, de kihasználhatunk egy szinte végtelenül rendelkezésre álló energiaforrást, a Földnek a gravitációját. Valószínűleg 2070-ben is, akármit csinálunk ezen a Földön, az ugyanúgy hatni fog. És mutatnék is egy renegált példát. És 1968-ban, amikor a kettes metró épült, ezt a gravitációs technológiát az Astoria és a Blaha Lujza téri állomások között bevetették. Miről van szó? A vonat a két állomás között egy 30 ezrelékes lejtőn indul el, gyakorlatilag a gravitáció gyorsítja, majd mikor közeledik Blaha Lujza tér felül az Astoria állomásra, a vonal hirtelen emelkedni kezd, a gravitáció ellenhat, és éppen lelassítja a szerelvényt, mire a szerelvény beér az Astoria állomásra. Nagyon-nagyon-nagyon pici energiabefektetéssel a gravitáció megoldja a metró szerelvény közlekedését a két pont között. Csak hogy szemléltessen, két állomás között van egy nagyon nagy lejtő, egy nagyon hosszú lejtő, majd egy lassító emelkedő, és a következő állomáson megállunk. Ez akár ebben a másodpercben is működő technológia Budapesten is, biztos vagyok benne, hogy a kettes metró ebben a pillanatban is jár. Lehet, hogy nem, de általában jár. Ilyen technológiával számítások szerint egy vonatot a hangsebesség 3-5-szörösére föl lehet vákumban gyorsítani. De el tudtok képzelni egy konténervonatot, ami előbb átment a fejünk fölött, hogy a hangsebességnek a itt tengerszinten és a légkörben mért hangsebesség 8-szorosával közlekedjen? Nem. Ez még az Air Cargo-ban is egy olyan szám, hogy hú, ki kell lépnünk a világűrbe hozzá. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy már most olyan technológián gondolkozik a tudomány, az emberiség, ami itt földi körülmények között rendes, multimodális konténerszállításba 8-szoros hangsebességgel közlekedik vákumban. Mit jelent ez a valóságban? 2050 előtt nincs reális opció erre, hogy ilyet építsünk. Globálisan egy valós opció 2070 jelentés utána. 2070 az 56 év múlva következik be. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az első konténerhajó a világon 1956-ban indult el Norfolk és Houston között. Az első. Tehát ha ezt az időt visszapörgetjük, akkor a világ még nem tud szinte a konténerekről. Mi szükséges ehhez technológiailag? Természetesen nem tudunk ilyen csöveket ma készíteni, és ekkora vákumot ilyen távolságokon létrehozni. Természetesen sokkal mélyebbre kell fúrni a Földnek a kérgében. Természetesen a vákumvonat termináljait és állomásait létre kell hozni. És olyan tengeri konténereket kell létesítenünk, ami gyakorlatilag a világűr körülményeit elviseli. Technológiai lehetőség erre már megvolna? Megvolna. Itt más gátjai vannak, hogy ilyeneket jelenleg nem hozunk létre. Egyrészt, mert nincs rá szükség. Másrészt meg irgalmatlanul drága. Létre kell hozni a járműveket. És valószínűleg ez teljesen egy ex-has szám, ezerszerese a beruházási költségnek egy normál vasútvonaléhoz vagy egy autópályához képest. De
ha le tudnánk követni egy Csánkáj Budapestet 4 óra alatt, akkor értelmet nyer, hogy talán lesz értelme 1000-szeres befektetési költségen építeni valamit a jelenlegi 35-36 kötőjel 40 napos eljutási idő helyett 4 óra alatt. Ha meg tudunk oldani egy Koper Budapestet 25 perc alatt, vagy egy Rotterdam-Amsterdam-Budapestet 1 óra alatt, fékezéssel együtt, de ha elindulunk Amsterdamból, akkor 5 órán belül Argentínába megérkezik az adott szállítmány. Az azt jelenti, hogy a jelenleg mondjuk Távol-Kelet és Európa között mozgó forgalmat ilyen sebességgel, 2 darab ilyen csövet lefektetve, az összes hajóteret ki tudnánk váltani ilyen vonatokkal. Persze. Tehát fölhív az ügyfél Sánkhájból, hol van a konténerem, mindjárt ott lesz. Ekkor már értheti szó szerint is. Mert lehet, hogy a konténer előbb megérkezik a végállomásra, mint mondjuk ti autóval. Autóval 2070. Ugye, future, jövő. Persze, megmutatom a szép szlájdokat, folynak a kutatások, de hát láttuk Kovács Imre úr prezentációjában, hogy hol tartunk, tehát sokszor csak a talpfa van lent, még sincs, de menjen a vonat. A ebéd előtt megmutatnék nektek egy szlájdot, hogy mit gondoltak a jelenlegi vívmányokról régebben. Ugye, kedves kollégám Boldi Róbert úr tegnap megjegyezte, hogy az Onegin nevű filmsorozatban az is elhangzott, hogy soha nem fog olyan hajó úszni, ami vasból van. És ezt komolyan gondolták. De 1827-ben, amikor George Stevenson üzembe helyezte az első gőzmozdonyt a világon, 2 megjegyzés volt. Az egyik, hogy az ember 50 mérföld per óránál nagyobb sebességnél akkora erőhatások fogják érni, hogy elpusztul, és nem lesz képes elviselni. Egész egyszerűen nem volt olyan eszköz addig, ami ezt a sebességet meghaladta volna. Illetve azt mondták bizonyos nem túl szofisztikált emberek, hogy a tehenek abortálnak a mozdon látványától. És vasútépítéseknél, hölgyeim és uraim, ez egy szempont volt. Magyarországon is találhatóak olyan vasútvonalak, amit nem értjük, hogy miért mennek úgy, ahogy A és B pont között, mert a földesúr féltette a teheneit. 1827. Tovább megyünk, 1885-ben egy tudós csoport közölte Karl Benz úrral, akinek a lányát Mercedes Benznek hívták, hogy teljesen jó a találmánya, amit kitalált, konkrétan a benzinmotor által hajtott autó, fejlesztheti 500 kilónál, tehát fél tonnánál nehezebb autót, ez soha nem fog megmozdítani. Megköszönte a jó tanácsot. 1909-ben megérkezett ide Budapestre, konkrétan a Duna partjára Louis Blériot aviátor, aki demonstrálni akarta a monoplán repülőgépét. Egy repülést hajtott végre. Louis Blériot élete első lezuhanását a Szent Gellért téren produkálta, ugyanis lezuhant és a monoplán összetörött, Louis Blériot túlélte. Paraszt bácsi a Dunaparton megködörte a bajszát és megegyezte, úgy kell neki, mit röpköd itt. Körülbelül 100 000 ember volt kíváncsi a mutatványra, és 100 000 ember előtt sikerült letenni a gépet. Második világháború végén pattontábornok kiállt büszkén, és azt vallotta, amit a tengeri szállításban elérhettünk, hölgyeim és uraim, azt végrehajtottuk, ami ebből kihozható, kihoztuk. Nyilván az Európa és Amerika, illetve Amerika és Európa közötti transzatlanti forgalomra gondolt erre. 1956-ban elindult az első konténerszállító hajó 56 terút kapacitással. A Houston nevű hajó Norfolkból Houston felé. Ez egy volt tankerhajó, aminek a fedélzetét átalakították konténerszállításra, és 2 darab, 2 féle unitot tudott fölvenni, egy 20 lábasat és egy 40 lábasat. 1960-as évek végén Koroljov, mielőtt elhunyt volna, és a E-7-es Szemjorka rakétának a megalkotója, ami Gagarint az űrbe repítette, nyilvánosan egy vitában kijelentette, hogy az újra felhasználható űrhajó az teljes science fiction. Teljesen egy tudományos, fantasztikus megoldás.
míg 21 évvel később, 1981-ben megtette első orbitját a Föld körül a Space Shuttle, az űrrepülőgép. Hölgyeim és uraim, a Columbia űrrepülőgép szétesés előtt 39-szer járt az űrben. Azért mondom most el ezeket, hogy szeretnék rávilágítani arra, hogy amikor egy technikát bemutattak, amikor Stevenson befűtötte az első gőzmozdonyt, Carbent beindította az első autót, vagy elindult az első 56 teus kapacitású konténerhajó, mit gondoltak egy adott technológiáról? Egy mondattal zárnám az ebéd előtt, és a szekciók végén a mondókámat. Vákumvonat ebben a pillanatban a világon, igaz, nem itt Európában, de tesztjeleggel már fut. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy egy kis újdonságot hozhattam nektek a jelen fejlesztéseim mellé, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megtiszteltetek és eljöttetek erre az első közös rendezvényre, és bízom benne, hogy jól érzitek magatokat, és mielőtt visszaadnám a szót, külön szeretném megköszönni a szervezőbizottságnak a munkáját, és nagyon sok sikert kívánok a networkinghez és az ismerkedéshez az elkövetkezendő percekben és órában. Köszönöm szépen nektek!